Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt Gazdagréten, plébánia templomunkban, a Szent Angyalok templomban, és a televízió képernyői előtt. Együtt ünnepeljük az új egyházi év, a béjelzésű liturgikus esztendő kezdetét, amelynek folyamán a vasárnapi szentmiséken főként Szent Márk evangéliumát fogjuk szívünkbe vésni. Nagy szeretettel köszöntöm 10 éves énekkarunkat születésnapjuk alkalmából, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2004. advent első vasárnapján kezdte meg liturgikus szolgálatát a gazdagréti templomi énekkar, mely időközben felvette a De Angelis kórus nevet, vagyis az angyalokról elnevezett énekkar nevét. Együtt ünnepeljük advent első vasárnapját, és a szentmisében még a mai napon, november utolsó napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Ez a mise sorozatunknak 30. szentmiséje, amelyet fölajánlunk elhunyt szeretteinkért, halottainkért, mind híveinknek, mind pedig a televízió kedves nézőinek szándéka szerint. Most megáldom majd az adventi koszorút, és meggyújtom a koszorún az első gyertyát. Ezt megelőzően azonban Kránic Mihály atya összeállításában adventi gondolatokat ébresztünk magunkban Szent Atyánknak, Ferenc pápának üzenete nyomán. Készüljünk az új egyházi év kezdetén, mind a karácsonyra, mind pedig az új év liturgikus és emberi szolgálatára, hogy méltóképpen állhassunk az Úr színe elé.
Advent első vasárnapján Ferenc pápa tanítására figyelünk. Advent ösvényén a bűnbánat és a megtérés útján kell elindulnunk, hogy a szeretet iskolájában tudjuk elhelyezni önmagunkat, és ne pusztán az értelmünkkel, hanem szívünkkel is járjuk az üdvözítő felé vezető utat. Jellemezzék az imádság, a kérés, a hálaadás, és a vágyakozás szavai a várakozás idejét. Hívjuk, és mintegy siettessük az Úr érkezését, és gyengességünk, törékenységünk elismerése mellett hitünk egész valósága jelenjen meg az imánkban. A Lumen Fidei kezdetű enciklikából idézem Ferenc pápánk tanítását. Aki útra kell, hogy tegye a jót, az már közeledik Istenhez, és már élvezi az ő segítségét. Mert az isteni világosság a természetéhez tartozik, hogy megvilágosítja szemünket, miközben mi úton vagyunk a szeretet teljessége felé. Ezzel a gondolattal megáldom most a koszorút, és meggyújtom a gyertyát. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, árazd áldásodat erre az adventi koszorúra, és azokra az adventi koszorúkra, amelyeket majd híveinknek átadunk, hadd, hogy ezek a koszorúk legyenek jelei a te közeledésednek, a te jelenlétednek, hiszen te vagy, Urunk, a világ világossága, ki megvilágosítasz minden embert. Az egyre növekvő gyertyafény jelezze érkezésedet, és serkentse éberségünket általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel ünnepeljük az Eukarisztiát. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz. Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz. Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, önts híveit szívébe szent elhatározást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé. Ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Te vagy Uram, a mi atyánk, mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram, te magad vagy a mi atyánk, régtől fogva megváltunk a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna. Fordulj felénk újra a te szolgáidért, örök részed törzseiért. Ó, bár csak széttépnéd az egeket és leszállnál, színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismerté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek. Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik. Íme te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk. Bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk. Olyanok lettünk, mint akár a tisztátalan, és igaz voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a levél, és gonoszságaink, mint a vihar, elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk, mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk, s lásd meg, mindnyájan a te néped vagyunk. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok.
ő mindvégig megerősít titeket, hogy fedhetetlenek legyetek Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott fiának, Jézus Krisztusnak a mi Urunk közösségébe. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus így tanított. Vigyázzatok és virrasszatok. Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát. A kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura. Lehet, hogy este vagy éjfélkor, kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, virrasszatok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televízió képernyői előtt. Megkezdődött az advent, a karácsonyvárás időszaka, és megkezdődött az új egyházi év, a katolikus új liturgikus esztendő, amelynek folyamán végig gondoljuk az üdvtörténelmet, az Úrra való várakozás időszakát, hiszen ne feledjük, hogy adventben hármas várakozást élünk meg. Az első a múltnak a felidézése, amikor az emberiség és különösképpen a választott nép várta az üdvözítőt, ahogyan azt a proféták megjövendölték, és ahogyan Isten küldöttei a messiásra irányították a figyelmet. Van egy végidőbe történő és végidőre irányuló várakozásunk is, mégpedig az Úr Jézus második eljövetelének a várása ez. Amikor már nem rejtetten jön közénk, mint az első érkezésével, amikor csöndben és észrevétlenül lépett be a világba a megtestesült Isten fia, hanem hatalommal és dicsőséggel érkezik, ahogyan ezt egy héttel ezelőtt ünnepeltük Krisztus király ünnepén. Látványosan és nyilvánosan, mindenki előtt nyilvánvalóan, hogy ő az Úr. Ezt Krisztus követői, mi keresztények, már elődeinkkel kezdve mindig is vallottuk, ez a mi hitvallásunk, hogy Jézus Krisztus az Úr. De a világ előtt is nyilvánvalóvá lesz, hogy ő az Úr.
És van egy konkrét várakozásunk az idei karácsonyra, készülődés az ünnepre, az Isten fia test szerinti születésének az ünnepére. Ez az ünnep még nem kezdődött el. A világnak a fényei már kigyulladtak, településeink már fényben, fényárban úsznak, a karácsonyi díszek, csodálatos dekorációk már világítanak, de ezek főleg a hangulat fokozó jelenségek, a készülődésnek, a vásárlási láznak a fokozói, hogy még időben mindent beszerezzünk az ünnepre, mindent megvásároljunk, és már megelőzve magát a lényeget, az ünnepet, már elkezdünk ünnepelni. Nem tartom ezt helyesnek, nem keresztény hagyomány ez. Nekünk még csak egy szál gyertyánk, egy gyertyaláng ég az adventi koszorún, mert ez a fény fokozatosan növekszik, és mi az élet sötétségében várjuk a mi messiásunkat, ahogyan csodálatosan megénekli ez Zakariás keresztelő Szent János édesapja, hogy eljön majd felkelő napunk a magasságból. Ezt mondja fiának, az előhírnöknek a születésekor, keresztelő Szent János születésekor, hogy nekünk majd eljön a felkelő napunk a magasságból. Mi így módon készülünk, de a mai evangéliumi üzenet kiváltképpen a virrasztásra hívja föl a figyelmünket, tehát elsősorban nem nosztalgiát élünk át, hogy milyen is lehetett annak idején, évszázadokon keresztül az emberiség élete a várakozás reménységében. Nem a karácsonyi előkészületre helyezzük a hangsúlyt, ahogy szokták mondani, a szeretet ünnepére, a legnagyobb közösségi ünnepünkre, a család ünnepére, ez is nagyon fontos természetesen. De a mi készülődésünk, ahogyan Anya Szent Egyházunk ezt megjelöli számunkra, az ige liturgiában, a mi készülődésünk Jézus második eljövetelére, az Úr érkezésének méltó fogadására irányul. Hogy legyünk készen mi személyesen is, és legyen kész a mi közösségünk is az Úr érkezésére és fogadására. Várjuk tehát a vele való találkozást, mely tudjuk, nem hagy bennünket közömbösen, mert ez az eljövetel a mi életünknek megítélését is jelenti, a mi személyes számadásunkat és végső sorsunknak kibontakozását is, bár ez eldől az emberi élet végső pontján, a testi halálban, hogy ki miként élt és hogyan folytatja majd az örökké valóságát, az örök életet, de az ítélet, az Úr második eljövetele az egész világ számára megjelöli azt a végső állapotot, amelyben majd vagy Istennel együtt boldogan létezhetünk, vagy ő nélküle szenved az, aki elutasította őt földi életében. Ébernek kell lennünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok és virrasszatok. Ez az alvás nélküli állapotot jelenti. A virrasztás nem könnyű, amikor az álom próbálja elnyomni az embert, a fáradtság, a kimerültség próbál úrrá lenni az emberen. Nem könnyű ébernek maradni. Emlékszem egy filmsorozat egyik epizódjára, amelyben két börtönbe zárt, egy cellában tartózkodó hölgy próbált erőt venni a nehézségeken, és az egyikük, hogy a másikat megtanítsa az erőgyűjtésre, a kitartásra, a szigorú életre, keménységre, nőlétére,
Az egyikük azt kívánta a másiktól, hogy ne hunja le a szemét, ne aludjon, próbáljon egész éjszakán keresztül nyitott szemmel virrasztani. Hatalmas próbatétel. És valóban ez a virrasztás, mint fizikai állapot is áldozatot jelent, de még inkább a lelki értelemben tett virrasztás. Mert ez nem csupán várakozást, hanem készülődést is jelent a hívő ember számára. Virrasztani annyit jelent, hogy mi tevékenyen készülődünk valamire. Valaki, egy szentírás elemző úgy jellemzi ezt az állapotot, hogy ne álmodozzunk, tehát nem csak az, hogy ne aludjunk el, legyünk éberek, hanem ne álmodozzunk, ne vágyálmokat kergessünk. A hit dolga nem álmodozás, nem képzelődés. A hitben nekünk, keresztényeknek megvan a feladatunk, a küldetésünk, hogy mindig készen álljunk az Úr fogadására. Az Úr idegenbe indul. Egy másik szentírás elemző szerint, ez az állapot az álomfejtők szerint, a halálnak a képe, az idegenbe indulás, de tudjuk jól, hogy nem az álomfejtés címén, de a kinyilatkoztatott igazság szerint kell nekünk valóban az örök haláltól megmenekülnünk, és ezért virrasztanunk, hogy a jóban, a világosság követésében, a virrasztásban kitartóak legyünk. Mert mi az életre és a világosságra igyekszünk igent mondani. Szolgáira bízza az idegenbe induló ember mindenét, és mindenkinek megvan ebben a maga feladata. De van egy kiemelt személy is, a kapuőr, akinek még inkább vigyáznia kell és virrasztania kell. Sok a maihoz hasonló figyelmeztetés kapcsán azt is mondhatjuk, hogy nyilván a tolvajtól, a gonosztól kell megóvni a házat és a ház népét a kapuőrnek, mert hiszen hallottunk ilyen figyelmeztetéseket is az Úr Jézustól, hogy bizony azért kell ébernek lenni, mert bármikor jöhet a tolvaj is. Nem csak az Úrra várakozunk, hanem a gonosztól is távol akarjuk tartani magunkat, pontosabban magunktól a gonoszt. Ezért van kapuőr. A Szentírás és a korabeli körülmények ismerői szerint ez az helyzet, amiről ma hallottunk az evangéliumban, gazdag emberre vonatkozó történet, akinek a háza előtt egy külön őrbódé is található, és ott áll, ott virraszt a kapuőr. De nem csak az a dolga a kapuőrnek, hogy a tolvajt távol tartsa, vagy az illetéktelen személyeket elutasítsa, hanem az is, hogy fogadja az Urat. Legyen készen az Úr érkezésekor, hogy kiszolgálja őt, hogy fogadására siessen. Nyilvánvalóan az egyház életére is vonatkoztatjuk ezt a mostani evangéliumot, nem csupán a személyes éberségünkre. A mi hívő közösségünknek mindig készen kell állnia az Úr fogadására, és ebben megvannak a felelős személyek is. Ott van a kapuőr, ott vannak a felelős pásztorok a közösség élén, akiknek még inkább feladata az, hogy figyelmeztesse a közösséget, az adott közösséget az éberségre, a helytállásra. Mondhatnánk azt, hogy ez az őrség, ez az őrködés, ez a pásztoroknak a feladata, az ige hirdetőjé, aki az éberségre hívja fel a figyelmet. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura. A Szentírás
üzenetéből jól tudjuk, és az evangéliumi figyelmeztetésekből, hogy jelek előzik meg a végső dolgokat, az Úr második eljövetelét. Sokféle figyelmeztető jel történik körülöttünk. Az Úr Jézus figyelmeztetései is mind bekövetkeztek. Különböző csapások, katasztrófák, de még az a végidő nem érkezett el. De ennek az éberségnek fokozására valóban történtek történelmi jelek, figyelmeztetések, amelyek az emberiséget, az adott közösséget, egyrészt a választott népfiait, másrészt már Krisztus követőit éberségre késztették. Megtörténtek azok a jövendőlések, amelyeket az Úr Jézus az ő szent városáról, Jeruzsálemről elmondott, és megtörtént sok olyan jel, amely elgondolkodtatta az emberiséget az Úr jelenlétéről és az éberség feladatáról. Mégsem tudjuk sem a napot, sem az órát. Mi is igyekszünk olvasni az idők jeleiből, sokféle háborút, természeti katasztrófát próbálunk már előzménynek tekinteni. De bármi is történik a világban, jó, hogyha figyelmeztetnek minket ezek a jelek, de továbbra sem tudjuk sem a napot, sem az órát. A Szentföldről érkeztem haza az éjszaka folyamán, és még tegnap Jeruzsálemben álltunk az Olajfák hegyén zarándok csoportunkkal, és szemléltük egyrészt az ott elterülő temetőt, ott az Olajfák hegyén, mely a zsidó várakozás szerint a feltámadáskor az első helyeket jelenti majd a feltámadottak számára, és szemléltük az úgynevezett aranykaput a város falán, ahonnan majd eljön, elérkezik a messiás a mostani várakozások szerint és a zsidó várakozások szerint, illetve ugyanígy gondolják a muzulmánok is, hiszen ez a kapu ott van a Szent Hegy közelében, a Mória Hegy közelében, ahol a muzulmán vallás hite szerint Mohamed a mennybe ment, de innen fog érkezni a messiás. Úgy illik fogadni a messiást, ezek szerint a várakozások szerint, hogy az emberek békét kötnek egymással, és kialakul az összhang a világban, és elérkezik a teljes béke. Jól tudjuk, hogy ez a békeállapot, a mi megváltónk, a mi messiásunk az Úr Jézus születésekor bekövetkezett, amikor ő belépett a világba. De bizonyára nem ilyen jelek előzik meg azt az érkezést, amire most mi várakozunk, mert nem kapunk semmilyen konkrét eligazítást arra vonatkozóan, hogy mikor lesz ez, és hogyan fog történni. Egyetlen figyelmeztetést kaptunk most advent kezdetén, egy szóval virrasszatok. Legyen ez a mi feladatunk, legyen ez a mi készülődésünk, hogy éberek vagyunk, mind személyesen, mind pedig közösségünkben, tevékeny szeretettel és hittel, jó tettekben világítva készülődünk az Úr érkezésére. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek. Thank you.
Testvéreim, a várakozás fogékonnyá teszi a lelket. Kérjük Urunkat, hogy az adventi várakozás készítsen elő a kegyelem befogadására és a lelki megújulásra. Add, Urunk, hogy második eljöveteledet várva mindig készek legyünk megújulni igazságban és szeretetben. Add, Urunk, hogy egyháza tiszta és fedhetetlen legyen, amikor újra eljössz. Add, hogy azok, akikre a földi hatalmadat bíztad, békében és igazságban vezessék a népeket. Add, hogy az adventi szent időben bűneinktől megtisztuljunk, és a szeretetben tökéletesedjünk. Add, hogy amikor a rászorulóknak segítséget nyújtunk, megérezzék a te jóságodat. Mindenható Istenünk, segíts, hogy az advent folyamán egyre jobban megismerjünk téged, s tetteinkben fedhetetlenek legyünk Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jó téteményedből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, hárasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, halottainkról, akikért 30 napos novemberi szentmise sorozatunkat fölajánlottuk, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból.
Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen is minket csodálkozunk az ellenünk védkezőkre, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékod vagy el, hanem csak egy szóval, és megnyugod az életem. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Ne adja meg az Isten kérdés.
Thank you.